Pitbull számára érkezett be a portugálok kitűnősége José de Sousa. Azt hittem, hogy azért táncra perdülnek ketten Dimitri Vandenberggel itt az elején, de sajnos ez elmaradt. De ki fog a végén tánclépéseket lejteni szerinted? Itt azért, ha megnézem az átlagokat, a legmagasabb kiszállót, a kiszállózást, akkor eddig Sousa jobb számokat produkál, mint Vandenberg, de érdekes módon a legfrissebb odszok alapján a belga az esélyesebb. Igen, érdekes egyébként ez a történet, mert csak azért is, ha semmi mással nem foglalkoznék, csak kettejük korábbi mérkőzéseivel, az egymás elleni eredményekkel, akkor sem érteném, hogy miért Vandenberget tartják esélyesebbnek ezen a mérkőzésen. Tény és való, hogy az utolsó négy egymás elleni mérkőzésükből hármat is Vandenberg nyert, viszont ez mindegyik kivétel nélkül 2021-ben volt, idén nem találkoztak. És összességében, mondjuk ki is egészíteném ezt az információt, hogy az eddig lejátszott 9 mérkőzésükből 8-at is 2021-ben játszottak le, egy volt 2019-ben. Jó, hogy nem mondták meg egymást. Igen, és összességében 6-3-ra vezet de Sousa. Aha. Kettejük párharcában, tehát én megmondom őszintén, hogy nem értem. Ezt hogy... az otszot én sem értem. Annak fényében meg pláne nem, ugye, hogy de Sousa két világbajnokot eltüntetett, Gervin Price-t, illetve Steve Beaton-t itt a korábbi mérkőzéseken. Vandenbergnek valamivel könnyebb volt a sorsolása szerintem. Ugye Ratajski győzte le, előtte pedig két angolt, Woodhouse, illetve Evans-t. És akkor indul a második elődöntő. Így van, kicsit többet vártunk rá, mint amennyit előzetesen terveztünk, de a lényeg az, hogy elindultunk, és akkor 7 nyertlegig 180! Megadja módját a kezdésnek Vandenberg. Hát ha ilyen a prológ, akkor milyen lesz az epilóg? 180-as átlaga van jelenleg a belgának, ezt gyorsan rögzítsük. Ez jó kiírás volt. Igen. Valamivel csökkent az átlaga, ez egy 100-as. Egy triplás kör de Sousának. Általában ez a German Darts Open nem arról szól, hogy az esélyesek botlanak mondjuk a negyed döntőben, vagy az elődöntőben, szinte mindig a magasabb rangsorolt jutott tovább eddig, ha visszanézzük az elmúlt éveket. 158-ot hagyott de Sousa, Vandenberg viszont már 130-on várakozik. Kellene egy tripla. És a bulla végére. Rá kell menni, ellenfél kiszállón van. Rá is ment. Ja, viszont a 15-ös talált el, úgyhogy 35 pont marad. 141-es kiszállója volt eddig, de Sousának az a legmagasabb a tornán. Ez most nem oldja meg. Na és akkor 35 pont, egy 3-as és a dupla 16. Igen. Még nagyobb igen, ez már vastag filccel kihúzva, 1-0-ra megszerzi a vezetést Vandenberg, és egy villámgyors break. Hát ő egyébként is otthonosan mozog, ugye a break világában. Mondjuk mindig ugyanaz a koreográfia nála, amikor itt táncol, azért megnéznék valami mást is. Hát ez van begyakorolva. Esetleg egy tangót. Jaj. Michael Flatley is egyébként mindig ugyanazokat a lépéseket járta el, csak a zenei körítés volt más, tehát... Egyébként tényleg, és ezzel szerzett világhírnevet. Igen, egyébként fogyasztató volt, amit csinált. Jó, nem azt mondom, hogy minden második nap azt nézi meg az ember, de voltak azért jó pillanatok benne. Viccelj, persze, a világcsúcsot is állított fel, azt hiszem, hogy... 40 akárhány. Igen, igen. Mindenki topogás, 40 akárány topogás egy másodperc alatt, vagy valami ilyesmi. Igen. Na jó, de ahol speciális szipő kell. Hát igen, Dimitri Vandenberg nem egy Michael Flatley, meg nem is egy Fred Astaire, de a tánc mozdulatai azok összetéveszthetetlenek mindenki máséval.
Igazából akkor van nagy show műsor, hogyha ők Devon Petersennel ketten együtt vannak a színpadon, mert akkor oda-vissza adják egymásnak. 180! Hogy alakulunk? Lehet még rekord ezen a versenyen? 180-asokat tekintve? Várj egy picit, mert ahhoz meg kell néznem, hogy mi volt az eddigi versenyeknek az összteljesítménye. Egy váratlan taposóakna tőlem. Meg se lepődök már. 66-nál jár de Souza, Van der Velde pedig akár megcsinálhatja ezt is a 2-0-áért. Tripla 20 az rendben van. Dupla 18, akkor 18. Az is rendben van. Kérem szépen. Az igen, fölmondta a leckét tökéletesen Van den Berge. És egyébként hozzátenném, hogy láthatóan gyorsabban dob Van den Berge, mint szokott. Tehát meggyorsította a tempóját. Késett a kezdés. Jócskán késett. Lehet, hogy be akarja hozni a lemaradást a belga. Meg ugye hát az lesz a pikáns, ha esetleg tényleg jut a döntőben, és összejön a Peter Wright elleni mérkőzés. Mert mostanság, hát nincsenek a legjobb kapcsolatban egymással. Én érdekesnek tartanék egy ilyen döntőt. Egy 60-as kör után jön Van den Berge, ez már jobb. 140. Fölé alá. Az is nagyon kiemelve, 60. Eperke urat már láttuk a legutóbbi versenynapon. Kicsit szomorúan üldögélt ott, ugye nincsenek már németek a versenyben. 140. Nem, 59. Félre csúszott, de még lehet javítani. 161 így nem lesz meg. De Souza még messze jár. Na, megtaláltam közben. Mindjárt vége a legnek, aztán mondhatod. Jó. 83. Kerestem közben, lemaradtam a statisztikával, úgyhogy addig pótolom a hiányosságomat. Na, 3-0-ra elmehet Van den Berge. 20-as. És nézzük a dupla, hogy megy. Nem megy. Jó. De Souza. 139. Nem. Tripla 19 sem. 59. Marad a 80, tehát még egy komoly esély Van den Bergnél. Dupla 5. Inkább lekerekít, és a dupla 4-re ment. Viszont így, de Souza a sajátját hozhatja. Ennyira lesz a duplára. Igen. Ott van, még van hely, bőven. Csak fölé dobja. Ez is egy jó hosszú leg. Megint kortyol egyet Van den Berge. Kedves egészségére váljék. Dupla 2. Egyre közelebb. Ott volt, ott a helye. És kipattant, pech. De Souza dupla 20. 3 nyila van a 2-1-hez. Dupla 10. Na. 24-re. Gyorsan elfelejthetjük ezt a leget. Szóval, Zsolti, akkor hogy is áll ez a 180-as? Most én kérek egy másodperc türelmet, amíg gyorsan összesítek. Tehát jelen pillanatban úgy állunk, már a éppen zajló mérkőzést is belekalkulálva. 178 darab 180-nál tartunk. És
222 a rekord, amit a 2019-es tornán dobtak, a 2018-oson 186 volt, a 2017-esen pedig 209. Hát akkor egy nagy hajrá kellene, hogy meglegyen hát, csúcs, hatalmas hajrá. Mert konkrétan ez a lehetetlen kategória. Tehát mondom, most tartunk 178-nál, ami azt jelenti, szerint számításaim szerint, hogy 45 darab 180-ra vagyunk a rekordtól, és... Igen, csak ne felejtsd el ugye, hogy 4 meccsel kevesebbet játszottak. Igen, ez tény, hogy 4 meccsel kevesebbet játszottak, tehát 45-re vagyunk a rekordtól, és ezzel a most éppen futó leggel együtt maximum még 25 leget fognak lejátszani ezen a tornán, tehát a 25 leg alatt kellene 45-öt dobni. Esélytelen. Szinte minden legben kettőt. És, és jellemzően mind a két játékosnak ki kéne venni a részét belőle. Jó, hát ezt akkor engedjük el. Nyugodtan, ezt el lehet engedni, ezt a rekordkísérletet, ez nem fog összejönni. Viszont de Szóza úgy tűnik, hogy ezt a leget elengedheti, mert nem dob jól. 95 fölött volt a torna átlaga, és most jelen pillanatban 77-nél jár, sőt 76,2-nél. Vandenberg pedig a dupla úszra nem oldja meg, viszont 221 pontról. De Souza alig, ha lesz veszélyes erre a legre. Igen. Ez szépen halad a végén. Bizony. Gyönyörű 171-es, csak hát mikor? Hát egy gondolatnyit elkésett ezzel a nagy dobással. Ott van. Ezt az almát most Vandenberg szakította le a fáról. 3-1. Sem az átlagokat, sem a kiszállózásokat tekintve egyelőre nem világbajnok mérkőzés. 100. Ezzel most már De Souzának a körátlaga azért felment 81 fölé. Mondjuk ha már VB, el tudnék képzelni egy portugál-belga VB elődöntőt Katarban. Milyen sportágban? Bőrlabdával játsszák, annyit segítek. Kézilabda? 180! Látom, te bigott dárcos vagy. Jó, néha egy kis kosár. Nem. Nincsen semmi bajom a focival. 60. Szép. 171, ez most szép. Három kör alatt 50-re pakolja le magát De Souza. És villámgyorsan fölmegy az átlag a 76-ról 89-esre. Bizony. Ugye, ilyenkor szoktuk azt viccesen, ironikusan megjegyezni, hogy ez a... És rámegy direktben a búrra. Várjál, megcsinálja? Nem. Ilyenkor szoktuk egyébként nagyon viccesen, tényleg nagyon ironikusan mondani, hogy nyomokban már dárcot tartalmaz a játéka. Természetesen azért még van bőven mit összekaparnia De Souzának. 171, a szép! Azért Vandenberg tegezében is vannak ilyen nyilak. Vannak bizony. Nagyon szép volt. Nézzük a dupla négyet. Nézzük a dupla kettőt. Akkor a dupla egy. Mit nézünk még? Nem jó. Hát, aztán nehogy visszaüssön az, hogy a tizedik nyilat rádobta a búrra. Hát igen, ez egyfajta fricska is volt azért, kicsit gonosz. Egy dupla ott van. Másik az nem jó helyen a drót másik oldalán. Na akkor még egyszer a dupla négy. Na az most már ott van. 3-2. Igen, nem nagyon engedheti, hogy ezt az istráng nagyon laza legyen, mert akkor onnan már nehéz lett volna azért 4-1-ről. 96. Nehéz lett volna, de nem lehetetlen természetesen. Azért így mégiscsak könnyebb helyzetben van még a portugál. 81. Az viszont biztos, hogy akárhogyan alakul ez a mérkőzés a döntőn, azért Wright lesz az esélyes. Nem kérdés. Itt tényleg csak az a kérdés, hogy milyen érzelmi töltetet fog
magáévá tenni az a mérkőzés, hogyha Vandenberg jut be a fináléba. Igen. Majd foglalkozunk igen. ezzel a témával akkor, hogyha persze, ha összejön persze. ez a párosítás. Hogy Bödöcs Tibor mondta, ne ígyunk előre medvebőrt. Illetve ezt, ő csak elmesélte, ezt valamelyik falubelien mondta annó. Igen, hát ott születnek a nagy poénok. Bizonyám. Bizonyám. Néhány kör után. Igen. A falu fő utcáján, ahol napközben presszó, este már kocsma. És tényleg így van. Ez így van. Ez pontosan így van. Egyébként nem csak a kis falukban, hanem a vidéki városokban is, még akár a nagyobb városokban is, az ilyen kertvárosi részeken, ahol még tényleg ezek a hagyományos kertesházak vannak, ott is az elrejtett ilyen kis zugok azok nappal még presszóként funkcionálnak, akár még a lottót is fel lehet adni, este pedig indul a dajdaj. 160-ról, de Souza nem jön össze. No. Az előbb megmutatta a portugál, hogy hogyan kell megoldani a dupla négyet. Nézzük, hogy Vandenberg figyelte. Dupla négy, hogy megint két legyen a különbség. Szép. Megvan. Magabiztosan. Sebészi precizitása, mintha szike lenne a kezében, nem nyíl. Hát a sebészi precizitástól azért messze vagyunk. Ennél az egy kísérletnél. Az leginkább akkor jön neki, hogyha feldobnák nekünk a kiszálló százalékot. Kezdősebészek. Ugye? 20% és 27%. Mikor a kezdősebész azt mondja, hogy nyugi, Zoli, nem lesz semmi baj, erre mondja a beteg, hogy én Józsi vagyok. Magának mondtam, magamnak. Igen. A 90-es évek végén, 2000-es évek elején volt egy rapper, aki el is tűnt pillanatok alatt a sülyeztőben, aztán Kicsi G volt a művész neve, és neki volt egy olyan dala, hogy remegő kezű agysebész. Na de vissza a darts világába. 4-2-es belga vezetés, tehát hasonlóan jól áll, ahogy állt Peter Wright az igen, előző elődöntőben. Mivel nem dobták fel a kiszállókat. 180! De gyorsan elmondanám, hogy jelen pillanatban úgy állunk, hogy José de Souzának 2/10, tehát 20%, míg Dimitri Vandenbergnek 4/15, tehát 27%. De mind a két játékosnak lenne bőven mit javítani ezen a mutatón. Igen, igen. Nézzük a 121-et, megvan a tripla 20, 11-es. Megvan a tripla, dupla 14. Aha, ez pedig a drót rossz oldalán, de nagyon közel. Körömnyi igen, kellett volna. Ilyenkor szoktam azt, hogy annál közelebb már csak benne van. Itt a bünti. Igen, végül harmadikra, 4-3. Tartja a kezdését a portugál. Laci kiegészítette az eszmefuttatásunkat, a falu, ahol kétféle szórakozás van, vagy lemész este a kocsmába, vagy délután haza sem mész. Köszönjük, Laci. Szerintem tapasztalatból beszél. Ezt a kijelentésedet sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom. Százas. Hát jó hosszú este elé nézünk, mert ugye csúszott a második elődöntő, az biztos, hogyha itt végeznek, akkor lesz legalább egy negyedórás szünet. Az nem kérdés. Még az is elképzelhető, hogy hétfőn hajnalban fogunk győztest avatni. Azért ne legyek ennyire pessimista? Nem, az biztos, hogy nem fog összejönni. Most vagyunk perce pontosan 22-24-nél. Én szerintem, hogyha reálisan nézem ezt a meccset, akkor
ez még körülbelül egy olyan 180. Ez körülbelül maximum még olyan 10-12 percet fog igénybe venni, onnantól kezdve egy negyed órás szünet. Így van, aztán jön még Phil Collins száma, az majdnem 5 perc. De bevonulnak, stb. De nem játsszák végig. Szerintem ezt 11 óra tájékán legkésőbb el fogják kezdeni a döntőt. És fél 12-re szerintem végezni fogunk. Ebédre mindenki hazaér. Addigra nem kérdés. Szép. És megvan első nyílal a dupla 19 Van den Bergnek, 5-3-ra vezet. Mondom, azon a nyomvonalon halad, ahol Peter Wright, aki ugye végigvezetve, hát tulajdonképpen a meccs második felében inkább végigvezetve nyert 7-4-re Karen ellen. 140. Ugye itt viszont José de Sousa még egyszer sem vezetett. Az átlagokat nézve most Sousaé 89, Van den Bergé viszont nagyot javult, 96,5, és jobb a kiszállója is a belga fiúnak. 60. Udvarias csendben a jénaiak. Egy igazi egyetemi város, nagyon sok fiatal él itt, akik közül rengetegen kilátogattak a döntőre is. Egyik sem egy biztató kísérlet, az már jó, százas, de Sousa. Itt vannak a fiatalok, akikről beszéltünk. ...139, Van den Berg. Szépen leviszi 100 alá. Aztán megvizsgálja, hogy mennyi a pulzusa. Igen. 60 mindössze Sousának. Elég messze van Van den Bergtől. És akkor jöhet a dupla. Nincs meg. Marad a 20. 141-ről de Sousa. Majd 40-es kiszállója volt mindössze, az a legmagasabb. És nem tudja megoldani. 91. Úgyhogy vissza Van den Berghez. Dupla 10 a feladat. Kezdésnek elmegy. Az még közelebb, és akkor nincs meg. Nem. Sousa 50, megint burra. Ki van zárva. Persze. Tízesre megy dupla 20, azt jobban szereti. Dupla 10. Nem. Nagyon messze, majdnem a tízes számot találta el. Most na megint letáboroznak. Dupla 10. Az igen, 6-3. Nagy tapsot kap Dimitri Van den Berg. Korábbi és akkor junior világbajnok. Első pályáról lehet neki indulni a döntős pozíciót érő. Hát így változik a megnyerésének. De Sousa arcát elnézve, hogy az ember kedélyállapota mennyire meg tud változni. Alig több mint egy órája madarat lehetett volna vele fogadni a Price elleni győzelem után. Most meg egy szomorú középkorú embert látok. No, ez kicsit olyan, mint a gól öröm a foci meccsen, hogyha már szóba hoztad a sportágat, hogy 5. percben meglövöm a gólt, aztán a 93. percben meg nekem rúgnak 2-t, és hiába örültem a mérkőzés elején. Na végre jön a portugáltól 2 tripla. Megy a 20-asra, így viszont nem fog kiszállóra érkezni Van den Berg. Nem, tényleg nem. Sousa most még nem számol, csak dob.
60. Triplamentes kör. Hát nagyon közel a mérkőzés vége. Én is úgy érzem, Souza majdnem egy tízessel elmaradt tömegelés tekintve a korábbi meccseitől. Kiszállózása továbbra is, ugye 20%-on toporog, ez 15/3-as, tehát egy nagyon közepes teljesítmény látunk tőle. Fárasztó hétvége ám ez, ezen ne felejtsük el. Igen, és hogyha ezt még hozzáveszünk a múlt hétvégét igen. is, akkor, igen. akkor meg aztán végképp. Na nézzük akkor 105-re, ugye nagy levegőt vesz, tripla 19, tripla 18, dupla 16. Nincs meg, ez volt az első meccsnyila, igen, de még lesz, legalább három. 60, ennél letáborozott megint, de Souza nem megy neki a játék, itt lehet a finish. Dupla 8, ott van. Az most már megvan. 7-3. Egy kicsit még biztosabban nyeri a mérkőzését, mint Peter Wright, úgyhogy összejön ez a pikáns mérkőzés, tehát egy skót és egy belga játsza a jénai European Tour torna döntőjét, de Souzának, illetve Kalennek marad az elődöntő. Hát most nem tudjuk megmondani pontosan hány perc múlva kezdődik a finálé, én szerintem körülbelül jön a 22.45 tájékára tehetjük, hát, ugye? 22.45-22.50 tájékán, de nagyon egyszerű lesz megismerni, hogy mikor indulunk, mert úgyis fel fog csendülni a klasszikus Phil Collins-dal az Indy Air Tonight, úgyhogy addig mi is pihenünk, tegyék önök is, de ne aludjanak el semmiképpen, várják meg a finálét.